A rendszerváltás óta 25 év telt el, de még egyetlen kormány sem nyúlt az ügynök aktákhoz. Már a Magyarország maradt az utolsó olyan egykori szocialista ország, ahol szinte semmit sem lehet tudni az előző rendszer kiszolgálóiról. Tehát Tarjányi Péter a vendégem, jó estét kívánok, köszönöm. Azért valami, tehát mert olyan szépen átvezette Vitinkov Tamás a gondolatmenettel. Pedig nem egyeztettünk. Hát most már én senki, nem tudom, hogy ki kivel egyeztet és ki tartja a kapcsolatot. Ugyan. Léteznek egyáltalán. Ön a regényei kapcsán sok KGB, sok vatikáni, sok magyar, sok iratba, titkosszolgálati iratba tekinted bele. A pápa emberei kapcsán is, vagy onnan kezdődött, hogy ez a történet, vagy onnan kezdhetjük. Szóval létezhetnek magyar iratok, vagy léteznek Oroszországban? Igen. Megint köszönöm, hogy itt volt. És ezt jól kibeszéltük. A beszélgetést, tehát igen. 1990-ben nagyon komolyan fölpörögtek az események, amikor nyilvánvaló volt, hogy egész Közép-Európából a szovjet hadsereg csoportnak, illetve a szovjet hadseregnek, és ezen keresztül a titkosszolgálatnak is mennie kell. Az, hogy ők folyamatosan tudták, hogy azokban az országokban, tehát itt Lengyelországról, Csehszlovákiáról, Magyarországról, az NDK-ról beszélünk, mind dolgoznak éppen az ottani titkosszolgálatok, ez teljes egészében nyilvánvaló volt, hiszen ha nem is napi szinten, de témákhoz, irányokhoz, tehát például az Egyesült Államokhoz kapcsolódó tevékenység, vagy Magyarország tevékenysége Rómában a katolikus egyház ellen, tehát ez 89 előtti időszak, teljesen természetes volt, hogy azokat az iránytartókat, azokat az irányítókat tájékoztatták a szovjet oldalon, akik ezekért a területekért felelősek voltak. A szerzőtársával, Dosek Ritával együtt effektíven látták is, amikor kutattak a regények megírásakor ezeket az iratokat, hogy léteznek? Ami a katolikus egyházra vonatkozott, igen, de ilyen szempontból nekem egy picit szerencsésebb, most nem tudom, hogy mondjam, tehát ugye 1990 ősze volt ilyen szempontból nagyon érdekes, hiszen itt történt, amikor már köztudott volt, hogy 1991 június végéig el kell hagynia Magyarországot a szovjet délhadseregcsoportnak, illetve mindenfajta katonai és hírszerzési alakulatnak, és ehhez kapcsolódóan volt olyan tevékenység, amikor bizonyos iratokat kellett biztosítani, és ezért van az, hogy például az egyik regényünkben pontosan egy olyan mikrofilmes archiválásról beszélünk, amit én láttam, tehát amit az akkor még itt állomásozó... Ürgebőrbe volt, ügynök adta? Nem. Tehát oda lett szállítva, és ezeket biztosítani kellett, hogy én elég jól beszéltem akkor oroszul, és volt ott egy orosz kapcsolattartó, illetve volt a belügyminisztérium részéről is egy kapcsolattartó, és érkeztek iratok, amelyeket a szovjet oldalon, tehát ugye akkor még így hívták őket, a szovjet oldalon archiváltak. Tehát innentől kezdve az a felvetés a Simicska úrnak, hogy ezeknek a dokumentumoknak, aktáknak Moszkvában lehet valamilyen fajta klónozott, most idézőjelbe nyomata. Ez biztos, hogy így van. Tehát amikor én hallottam tegnap ezt a hírt, illetve néztem az ATV-ben az adást, amikor ő betelefonált, én rögtön azt elemeztem, hogy mi lehet igaz és mi nem, és ez az állítása biztos, hogy igaz Simicska Lajosnak. Az, hogy közte és Orbán Viktor között mi történt, 1981-ben vagy 82-ben, ezt nyilvánvalóan nem tudhatom, meg nem tudhatjuk. Hát ezt mi ők... nem, de hát ezt ő állítja, hogy oda ment hozzá Orbán Viktor, és azt mondta, hogy Lajos, jelentenem kell rólad. Tehát ezt most minden is politikus vendégeimnek fogom még szerintem a következő napokban elmondani, amit már Gulyás Gergelynek is mondtam, tehát nem Gyurcsány Ferenc állítja azt, hogy szerinte Orbán Viktor ügynök volt, hanem egy eszmetársa, a Fidesz alapítója, nem lelke, motorja, Simicska Lajos. Tehát innentől kezdve az ember azért hát minimum felkapja a fejét. A dátumokkal mi a helyzet? Mert ugye Orbán Viktor korábban is, évekkel ezelőtt, és most is arra hivatkozott, hogy már nyilvánosságra hozta azt, ami rá vonatkozik, hogy 87-ben született egy olyan dokumentum, miszerint ő nem sikerült, tehát megpróbálták, de nem szervezték be. Ő 81-ben szerelt le, hogyha 81 után, a leszerelés után valamikor mégis beszervezték volna, akkor kizárt, hogy tehát csak az a 87-es dokumentum születhetett? Nézze, kicsit vonatkoztassunk el ettől, tehát az, hogyha valaki egy beszervezés után
feladatokat kap, nyilván arról valamilyen fajta dokumentáltság történik, és nyilvánvalóan ezeket a dokumentum, és nem egy dokumentum, hanem ez dokumentumok sorozata, ezeket fel lehet lelni. Ugye az mindenképpen érdekes, hogy 1985 májusától 1986 novemberéig valamilyen feldolgozás, a feldolgozás az egy adatgyűjtés, információgyűjtés zajlott az irányukba. Erről ugye láttunk adatokat Léva Janikó kapcsán, megvan ennek valamilyen fajta háttér anyaga, és ezt valamilyen szinten meg is ismerhettük. Az, hogy egyébként ebben a 6 évben konkrétan mi történt, ezt meg lehetne találni, tehát, és én azt gondolom, hogy teljesen jogos, tehát egy közéleti szereplővel, egy miniszterelnökkel kapcsolatban, hogy tisztán lássunk egy ilyen kérdéskör tekintetében, szerintem ez egy abszolút nyílt dolog, és ezt most az ügyektől teljes egészében elvonatkoztatva mondom. Tehát igenis jó lenne tudni, hogy mi történt ebben az időszakban, jelentett, nem jelentett, mi a valóság. De akkor még egyszer kérdezem, hogyha valakiről születik 87-ben egy olyan dokumentum, hogy őt nem is szerveztük be, az lehet egyébként akár dezinformáció is, hiszen az állambiztonsági szolgálatok működésébe sok minden belefért, és lehet ennek az igazságtartalma pont az ellenkezője? Mikor született ez az anyag? Tehát és mikor vették ezt kézbe? Tegnap írta valaki? Tehát ezért mondom, tehát az 1990-es évek elején több olyan parancsnokon volt, aki 89 előtt ilyen területeken szolgált, és ők azért elmondták, hogy 89-90-ben érdekes dolgokat csináltak, tehát nem csak megsemmisítés folyt, hanem nagyon komolyan az anyagok átírása, átszerkesztése, anyagok plusz anyagokkal való feltöltése, hogy minél nagyobb egy ilyen saláta legyen belőle, és a konkrétumok elvesszenek. Tehát ez egy igen komoly munka lenne, hogy ezeket az ügynökaktákat végignézhessük. Én azt mondom, hogy elsősorban a közéleti szereplőkre, a mai közéleti szereplőkre kellene fókuszálni, és jó lenne tisztán látni ebben a kérdéskörben. De a mai közéleti szereplők nem tegnap óta közéleti szereplők, hanem többségük azért a rendszerváltáskor már főszereplő volt. Tehát, hogy ha éppen hatalmon, éppen ellenzékben, nyilván, hogyha hatalmon van valaki, akkor kicsit nagyobbak a lehetőségei, hogy hozzáférjenek az iratokhoz, gondoljuk így kívülről. Tehát, hogy ezeket így el lehetett tüntetni, nem? Részben, tehát azért ezeknek a dokumentumoknak... Hát ez bőven elég, ha részben eltünteti valaki. Tehát az, hogy teljes egészében, tehát mit értek ez alatt, hogy kiradírozzanak mindent, én ezt nem tudom elképzelni. Tehát, de mondjuk átírhatnak? Hozzárakhatnak, vagy megsemmisülhet úgy, hogy olvashatatlanná válik, tehát ilyesmi történhet. Igazán én ebben a kérdéskörben, és én egy picit ezt hiányolom a politikai elittől, annak a nemzetbiztonsági vonatkozásának vizsgálatát hiányolom. Imáron másodjára van, hogy Simicska Lajos arról beszél, hogy valamilyen fajta orosz befolyás elképzelhető a magyar kormány irányába. Most ellenzéki oldalról egy picit azért ideges lennék ilyenkor. Tehát, hogyha van egy olyan állítás, vagy van egy olyan információ, egy komoly szereplő szájából, hogy feltételezhetünk valamilyen fajta befolyásolást, én azért azt gondolom, hogy Oroszország szempontjából nagyon-nagyon fontos, hogy ez a kormány akkor mindenképpen maradjon hatalmon. És ezt azért nemzetbiztonsági szempontból súlyozottan figyelni kéne. El tudja képzelni egyébként, ismerve akár a kutatásai során a szolgálatok jelen működését, hogy ezt tényleg felhasználják egyik ország, egy másik ország vezető politikusával szemben, hogy van rólad papír, viselkedj úgy, ahogy mi szeretnénk. Oroszországnak az az érdeke, hogy az történjen Európában, amit ő szeretne. Ebben fontos szereplő Magyarország, és ilyen szempontból egy titkosszolgálatnak minden, most az idézőjelben minden eszköz bevethető annak érdekében, hogy az orosz politikai akarat érvényesüljön. Én azt gondolom, ezzel megválaszoltam a kérdést. Elképzelhető a szakmai tudása szerint, hogy valakit a 80-as években beszerveztek, akár civil kapcsolattartóként, akár 3/3-as, akár katonai elhárítás, ha ez még a katonaságnál történt. Aztán közvetlen a rendszerváltás környékén, akár 90-91 környékén ezek a róla szóló papírok kikerültek Oroszországba? Kikerülhet, igen. El tudom képzelni. Az, hogy ez a miniszterelnökkel kapcsolatban így történt-e, erről nyilván nem, nincs információ. Egyáltalán. Arról annyi információnk van, hogy Simicska Lajos ezt állítja. Hogyan lehetne ezt megtudni?
Nézze, én régóta mondom, erről beszélgettünk is, hogy nagyon jó lenne, hogyha az ügynök aktákat megismerhetnénk, és nagyon-nagyon nem értek egyet azzal, hogy itt műveleti érdekekről beszélnek még mindig. Meg személyes adatokról, hogy milyen betegsége volt, vagy ezt nem lehet kitakarni? Hát egy kicsit dolgozni kéne rajta. Én azt gondolom, hogy ezt, ha tényleg akarnák szakértők, akkor igenis ezt fel lehetne tárni, és ezen végig lehetne menni nagyon szisztematikusan. És még egyszer mondom, közéleti szereplőkre, illetve azokra a gazdasági szereplőkre, akik 1989-90-ben meghatározóan, illetve később 91-92-93-ban a privatizáció és egyáltalán nagy vagyonok létrehozásában közreműködtek. Ők honnan jöttek? Ez egy érdekes kérdés, én azt hiszem. Hát én már a válaszokat tartanám érdekesnek, hogyha végre tudnánk. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a lehetőséget.